A ház olyan, mint a vers, sem hozzátenni, sem elvenni belőle nem lehet. Alig, hanem ez lírai gondolatok a te terek és formák emberétől. Szeretettel köszöntöm Vesmás Pétert, Ibüldias építészt, a Magyar Művészeti Akadémia Szegedi Regionális Munkacsoportjának vezetőjét. Egy legendás évfolyam meghatározó diákjaként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, legalábbis ez a hír járja önről tehát a Duna partján végzett abba a Hausmann Alajos által tervezett épületbe járt, ami gondolom már etalonnak szolgált a későbbi pályafutásához is. Nyilvánvalóan, hogy egy ilyen évfolyam éldiákja az egy sor jó ajánlatot kap, amikor végez az egyetemen, ön mégis hanyat homlok szaladt vissza Szegedre, és ott is maradt 40 éveim már. Miért? Hát azért nem volt ez ilyen hanyathomlok homlok dolog. Az egész valóban egy ö, olyan ö, ö, évfolyamra jártam, ahol volt a mi tankörünk, és ez a tankör ez azokból a barátokból verbú mert nagyon kitett helyzetben voltunk a katoniságnál, tehát ö, nagyon kemény helyzet volt, és akkor úgy kiderültek már ki milyen ember, és akkor ebből lett egy csoport, aki az egyetemen, egy tankörbe járt és valóban olyan szempontból legendásnak mondható két dologból az egyik az hogy gyakorlatilag abból a tankörből tehát 11-12-en voltunk hogy mindenki ibridélyes lett. Mondjon néhány nevet a Nagy hát, Nagyszerű hát az a eklerdeső Dezső, Golda János, Szász László, Pazár Béla, nekem a Öröm volt tanítani, gondolom, a tanáraik. É, igen, azért azt el kell mondani az egyetemről, mondjuk ma is a legkomplexebb oktatást adja a műszaki egyetem, viszont mellette olyan egyéb tevékenységet folytattunk, ami például a Becsnyi korégium ez egy ilyen szellemi központ volt, tehát újságot szerkesztettünk, én az ottani galériát vezettem, ahol akkor már a, a, az akkori legkomolyabb festőket lehetett bemutatni. Mondanom sem kell, hogy az első kiállításunk a közvetlen a Kondor Béla halála utáni kiállítást mi csináltuk neki. Tehát volt egy olyan második egyetem, ami igazából sokat segített nekünk. Ez az úgynevezett legendás tankör, az azért is legendás, mert ott ugyan jöttek hozzá, társak még, de ez a csoport ez elhatározta, hogy közösen fog lemenni Miskolcra dolgozni. Aha. És ott fogadta, az északter fogadta ezt a huszonvalahány embert, és együtt dolgoztak, és a Bodonyi Csaba tervezett nekik egy kollektív házat, ahová ez a társaság beköltözött. Bodonyi Csaba ma is fájlalja, elárulom önnek, hogy nem Miskolcon kötött ki, hanem Szegeden. Újra kérdezem, hogy miért Szeged? Azon túl, hogy odavalós. Igen, tehát pontosan a nagy dilemma az volt, hogy hogy én már megcsináltam minden, államvizsgált mindent, már csak a diplomaterv volt hátra, és igazából ott nagyon elgondolkoztam, hogy, hogy hogyan tovább, mifelé megyek. Nekem volt egy nagyszerű professzorom, a dr. Sándor Jenő, akkor a, a legfantasztikusabb tanszéket ő vezette, tehát ipari épület tervezési tanszék volt, és az volt a szerencsém, hogy akkor ment ő nyugdíjba, és megígérte nekem, hogy még a diplomamunkát végigcsináljuk együtt. És, és a, nagyon jó volt az együttműködés, tehát hát nekem nagy szerencsém volt, és ő is úgy látta, hogy hogy próbálkozok, és akkor fölajánlott nekem három fantasztikus állást. Tehát igazi mesterként a gyereket megpróbálta jó helyre tenni, és mind a, igen, mind a három az nagyon nagy lehetőség volt, csak akkor még a nagy szocializmusban volt ilyen, hogy hogy pályázni kellett, lehetett tudni, hogy oda megyek, de ott pályázni kellett, és az végén volt mindig a pályázat. Tehát én nyáron befejeztem, megcsináltam a diplomát, és ott álltam fél évig, és hát úgy gondoltam, hogy, hogy fél évet azért csak ki kellene használnom, és nagyon kedves barátunk, a Sipos György, aki egyébként a, az igazi, a kollégium az igazi college volt, mert minden fiatalabbnak volt mesterem. Ha. És nekem a, a Sipos György a mesterem, és mondtam, hogy hát most itt állok, azt mondja, gyere le, én meg úgy gondoltam, hogy lemegyek pár hónapra, és majd az év végén. Igen. igen, majd az év végén majd pályázni fogok, és lementem három hónapra, és ebből lett a 40 év. Tehát az ideiglenes dolgok tartanak időnként legtovább az életünkben, azt lehet mondani. Ugorjunk most egy nagyot a rendszerváltozás idejére, amikor ön társaival és jó néhány fiatal tehetséges építéssel létrehozta a tér és forma irodát, a saját irodájukat. Kicsit elevenítsük fel ezeket a daliás időket. Két barátommal, tehát a nagy délternél dolgoztunk, amit egyébként a másik mesterem, a borvendég Bélával együtt terveztük. Igazából én azért is ragadtam ott Szegeden, mert 28 éves koromban lehetőség volt egy ilyen nagy munkába részt venni. A saját tervezővállalatunknak az új irodaépületét kellett megtervezni, és... Ez a munka, hogy maga mellé választott a borvedék Béla, ez a munka ragasztott tulajdonképpen Szegedre, mert hát ilyen nagy lehetőség azért ritkán adódik, főleg ugye Pesti nagyszerű barátaim, kollégáim, azért négy-öt évet vártak arra, hogy esetleg már önállóan dolgozhassanak. A saját iroda nagyon ment, nagyon futott, főleg az első időszakban, még akár külföldi munkákat is említhetünk. Hát nagyon izgalmas volt. Annak az a története, hogy ez a Déltervez, a Szegedi nagy tervezővállalat, egy tervezőgyár volt, 500 fős, és már a rendszerváltás előtt, tehát ez a 80-as években, akkor már valahogy lehetett érezni, hogy ginogam a ereszték, vagy röcsög az ereszték, és akkor, mi, akkor, ez nem volt ilyen egyszerű, de két barátommal elhatároztuk, hogy 86 ba Kilépünk a vállalattól, és megalakítjuk a saját kis irodánkat. Az szép lassan fejlődött. Egyfelől a régi kollégák jöttek oda, és utána jött a, a legszebb időszaka ennek az irodának, hogy miután akreditálva voltunk Magyarországon minden egyetemen, hogy nyári gyakorlatban jöhetnek hozzánk fiatalok, akkor minden nyáron megfordult nálunk négy-öt fiatal, kötelező egy hónapot le kellett tölteni, és hát a legszebb dolog az, hogy kialakult egy olyan iroda, ahol 7-8 fiatal dolgozott, ezekből választódott ki. Tehát amikor ők végeztek, és nálunk voltak valamikor gyakornokok, a legszebb dolog, hogy ők tudták, hogy leülhetnek arra a székre és amellé a az asztal mellé, mi meg tudtuk, hogy ő, nekik ott kell, ott a helyük. Így aztán. Tehát, hogy ahogy önöket mentorálták az egyetemen, önök is mentorai lettek a, ó, hát ennek nagyon, nagy, a saját nagyon ez, ez egy nagyon-nagyon fontos történet, mert a harmadik mesterem a Antal volt. Ő pedig Miskócon dolgozott, és nála volt három. Ö, ők voltak a gyerekek, három fantasztikus építész, a Bán Ferenc, nyíregyházi, a Ferenc István, ö, 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 szintén Miskolcról, és a Bodonyi Csaba is Miskolcról. És ők megtanulták azt, ahogy a plessant velük nagy figyelemmel foglalkozott, ők szintén megtalálták, megtanulták ezt a dolgot, és aztán lettek a plessant annak unokái, én is unokája lettem már a Tóninak, és, és akkor hát én ugyanezt a dolgot vittem tovább, és hát a, ezek a gyerekek fantasztikusak voltak, hatalmas tereket úgy megrajzoltak, hogy az utolsó tégláig mindenki volt rajzolva, nagyon lelkismeretesen képviseltek bennünket a kivitelezésnél, és akkor tényleg nagy városi megbízásaink voltak, a piasztértől kezdve Szegedibár Múzeum, és hát akkor természetesen volt elegendő bevétel, és mi végigjártuk velük Európát, tehát Dániától, Szicíliáig, Portugáliától, Németországig, és hát ilyen közös utazások nagyon-nagyon összehoztak bennünket, és hogyha egy múzeumot kellett tervezni, akkor természetesen, hogy mentünk Németországba, Bécsbe, tehát, és ez nagyon nagy lehetőség volt arra, hogy a mi fiataljaink azért mást is láttak a világból, tehát hogy nagyon nagy tapasztalattal, tudással vérteződtek föl. És természetesen, hogy mondjam, nagyon-nagyon baráti viszonyba kerültünk, én azért úgy mondom, hogy ők az én további gyerekeim felesége Zákányi Ildikó, szintén építész, tehát szakmabeli. Igen. És hát egyik közös művük az az otthonuk, a, a ház, ugye Szeged Alsóvárosban, azt hiszem a templom tő lévő Igen. ház, amit önök terveztek. Milyen ez a ház, és főleg milyen benne az élet, a családi élet? Hát a, azt a házat akkor építettük, amikor megszületett a harmadik gyerekünk, és az a lakás, ahol laktunk, az kicsinek bizonyult, és megtaláltuk alsóvároson ennek a... Tehát Szeged ugye régóta is három részre tagolódott, a Palánk, vagyis a belváros, a vár mellett, aztán volt az alsóváros, ami földművesek laktak ott, és a felső város ahol főleg iparosok. És ennek az alsóvárosnak, de főleg a a nem messze levő Ferences Kolostornak és a középkori templomnak olyan kisugárzása van, gyönyörű nagy terület, zöld terület van körbe, és olyan, mint mintha mondjuk Cambridge vagy Oxford lenne, és ott találtunk egy nagyon kicsi telket, az egész az 300 négyzetméteres volt maga a telek, és csináltunk rá egy, egy nagyon patent kis házat, tehát minden tudott, és, és összesen 93 négyzetméter volt. Én most azért beszélek múlt időben, természetesen akkor szakmai sikereket is értünk el vele, évháza lett, az épület pedig azért szép lassan, pénzhián soha nem volt igazából befejezve, hát aztán a sorsot akartuk mindig megelőzni, de aztán nem sikerült, úgyhogy mi azóta több helyen is laktunk. Egyik tisztelője azt mondta önről, hogy evez, kajakozik és gályázik az építész irodájában, tehát vízhez szokott parti emberről van szó. Mit jelent önnek a tiszaközelség? közelség? Hát ez egy dolgot, egy nagyon-nagyon fontos dolgot az életemből el kell mondani, hogy ez édesapám nagyon korán halt meg. És akkor a helyzet úgy hozta, hogy, hogy 13 éves korba föl kellett nőni. Tehát onnantól kezdve meg volt édesanyám részéről a bizalom, és akkor rám bizta, hogy én azt csináljam, amit én jónak is tartok, tehát, és azt szerint alakítsam a dolgokat. És hát akkor kezdtem el kajakozni, és az az igazság, hogy ez rendezett engemet össze. Tehát ebből lett aztán versenysport, de ennélkül én biztos, hogy nem lehettem volna építész. És gyakorlatilag 50 évvel, 50 évvel, 60 ével, Tiszán nekünk nagyon központi kérdés, és olyannyira, hogy most már van egy lakóhajónk is a Tiszán. Igazából sokáig ott működött, a, illetve a vége ott működött az irodánk is, tehát ott vannak hagyakok, és egy olyan hely, gyönyörű a belvárosban, ahová barátok, rokonok, és kollégák jöhetnek. Ezen a tavaszon a Magyar Művészeti Akadémia életében egy jelentős változást jelentett, egy, egy előremutató változást, hogy megalakultak a regionális munkacsoportok, ön a szegedi munkacsoportnak a vezetője. Mi az elnök víziója a térség, a régió művészeti életével kapcsolatban? Itt megint egy mondattal előre kell lépni, hogy az akadémiának már régen terve volt, hogy nyisson vidék felé. És történt egy nagyszerű találkozás, a, a Tudományos Akadémia elnöke és a, a Magyar Akadémiának az elnöke, összefogtak, megegyeztek, és tulajdonképpen a hét regionális bizottságból ötnek az volt a lehetőség, hogy az ott már működő akadémiai bizottság székházakba kaphatott helyet. Így alakult az, hogy hogy bekerültünk a kellős közepére, annak a régiónak, ami ebben az esetben nem csak Szegedet jelenti, hanem egész Dél-Magyarországot. Tehát a bács megyének az alsó felét, aztán természetesen Békés megye is hozzánk tartozik. És hát a, a legnagyobb kihívás és a legmegtisztelőbb feladat a az Akadémia képviseletében a Szorvány-Magyarsággal is kulturális kapcsolatot kiépíteni. Így aztán egyébként ez az úgynevezett nagyobb régió, miután a mi a háromas határon vagyunk, ez természetesen Romániát, Erdélyt és bátságot, bánátságot, délvidéket is magába foglalja. Ott nagyon-nagyon pesgő kulturális élet van. Én. építészként a krédójának egyik sarkalatos pontja, hogy közérthető legyen, úgy fogalmazott egy helyütt, hogy olvasható épületeket szeretnék alkotni. Mennyiben adaptálható ez a közérthetőség a mostani kultúraszervezői munkájára? Hát, tulajdonképpen most vagyunk az elején, de most már jó, benne is vagyunk ebbe a dologba. Tehát a vízió az mindig nagyon szükséges bármely alkotó művészeti területen. És a vízió az, hogy ez egy vicces dolog lesz, hogy a Szegedi Intercity az nem csak Budapestre jön föl, hanem Budapestről is lejön Szegedre. A legnagyszerűbb dolog az, hogy a, a ránk bízott, az akadémiát a ránk bízott területen a pesgő kulturális életet, vagy amit Pestről nem lehet látni, ott kulturális beágyazódása legyen a Magyar Művészeti Akadémia tevékenységének, képviselje az Akadémiának a célkitűzéseit, itt például az összművészeti szempontokat is, ami kétféle dolgot jelent. Az egyik az, hogy ugye itt az Akadémián nyolc művészeti ág van, tehát amikor megalakult a, a Szegedi munkacsoport, akkor természetesen az, volt az, az is ö, ö, szempont volt, hogy minden tagozat ö, ö, része, ö, képviselhesse dolgot. Az összművészeti dolog az még ö, olyan szempontból is jelent, hogy, hogy mind területileg, mind pedig művészeti vonatkozásban színes és változékony programokat alakítsunk ki. Nagy ez a terület a szónak a földrajzi értelmében, éppen úgy, mint a művészeti ágak sokaságát tekintve. Földrajzilag ugye ide tartozik a bánság, a bánát, a határon igen, te területeket tekintve. Hogyan fogják elérni azt, hogy őket bekapcsolják a vérkeringésbe? Már is elértük már kiépítettünk Temesváron kapcsolatokat, lesz olyan programunk, amik Temesváron lesznek, tehát mondjuk könyvkiadás, néptánc, színház, fesztivál, Temesváron fantasztikus magyar színház van, és délvidéken, tehát Magyarkan is a Szabadka, Zenta, ez hihetetlen kulturális múlttal rendelkezik. Csak ennyit mondok, hogy Magyar Kanizsán egy híres magyar koreográfusnak építettek alkotó műhelyet, aki legutoljára a Trafónak volt az igazgatója, korábban pedig Párizsban volt társulata. Fantasztikus jazzfesztiválok vannak, tehát hihetetlen kultúra van, amiben részint ezeket meg kell ismerni, azokat az embereket, akik ezeket képviselik, működtetik, szintén meg kell ismerni, és innentől kezdve már ebben az évben is olyan határon átnyúló programok vannak, amiknek az egyik része Délvidéken, vagy Romániában, vagy Erdélyben történik, a másik része meg például Szegeden, tehát átjárható programok alakultak ki. Vannak-e már visszajelzések határon innen és túl, hogy hogyan fogadják az emberek a Művészeti Akadémia regionális területi törekvései? Hát én, én úgy látom, hogy azok a, a, a civil szervezek, vagy kulturális intézmények, ők nagyon-nagyon fontosnak tartják azt, hogy az akadémiában együttműködhessenek, és nem csak azért, mert kicsi büdzséje van a mi bizottságunknak, hogy támogatást kapjanak, hanem valóban élő együttműködést szeretnének, mint ahogy mi, és hát ahogy ez így azért elég jó a mi akadémiánknak a publicitása, tehát gyakorlatilag már meghívnak bennünket, tehát ilyen komoly helyekre, Szentesre, Magyar Kanizsára, Temesvára, tehát könnyű lesz nekünk, illetve örömteli dolog szép lassan ezt a kapcsolati rendszert, hálót kiépíteni. Vesmás Péter, köszönöm szépen a beszélgetést, és azt kívánom, hogy legalább olyan sikereket érjen el a csapatával együtt, hiszen mindig csapatban élt és csapatban gondolkozott, dolgozott, mint ami a pályáját, az életművét jellemzi. Igen, hát nagyon szépen köszönöm, és van nekem egy nagyszerű titkárom. Titkár, a Varga Márta, és hihetetlen sok segítséget ad a munkámhoz, de inkább ez közös munka vele. Köszönöm még egyszer. Na, nagyon szépen köszönöm én is.